tanítványnak az a szövege most újabban, és ezt kell neki állandóan súlykolni, hogy hát miről beszélünk mi? Hát 51 ezer földrészletet fognak itten bérbeadni, abban 42 ezer 3 hektár alatti. Nagy birtok, oligarchák. Tudni kell, hogy ez a 41 ezer egység, ez a földért életjáradékot program keretében szétszór dirib darab kis földek. Kinn a határ végén, amit a kutya nem akar már megművelni. Azt nem tudja hozzázárni a birtokához azokat a kis 1-2-3 hektáros földeket, amit most ugye nem liciten adnak oda. De ennek az összterülete a maximális becslés szerint sem éri el a 80 ezer hektárt a 380-ból. És mindig a darabszám és a területtel variálnak. Úgy, ahogy a családoknál mondtam. Hát területre kevés embernél van, de darabszámra szerződés az rengeteg van. Kicsi, apró egységekben. Lökünk sokaknak keveset, ezt kéne tudatosítani. Hogy utána egy olyan átlag jöjjön ki, amiből úgy tűnik, hogy hát itt nincs semmi baj. Ugyanakkor egy egészen szűk társaság a területre vonatkozó nagy egységeket elviszi. Ugyanezt történik itt is. Az a 9000 hektár, ez a 9000 darab földrészlet, ami nagyobb, mint három, azok általában a állami gazdaság privatizációkból származó nagy egységek, nagy táblák, szép egybefüggő területek. Azokat fogják a trógerok elvinni. Az átlag meg gyönyörű lesz. Tehát működik ez a kommunikáció, a britainak ez a dolga. És gátlásai nincsenek. Hát a fickó, nem tudom mennyire tudjátok, olvassátok el, egy interjú készült ezzel a srácot, csak hogy kik ezek a fiúk. Ezek a karrierista gyerekek. Én ilyen mazohista alkat lévén beleolvastam a vele készült ilyen hosszú interjúba, és egy mondatot emelek ki, mert ez klasszikus. Többek közt azt mondja a srác, hogy hát neki nagy álma, hogy egyszer valahogy bekerüljön a kormányülésre. És hozzáteszi azt is ez a tróger gyerek, tehát gátlástalanul, hogy akár úgy, hogy bevigyen egy pohár vizet. Na most az ilyen államtitkártól mi a fenét várhatunk? Az úgy hazudik, ahogy neki mondják, hogy hazudnia kell. Ezt tudatosítani kéne, hogy az emberek fölfogják, hogy mi zajlik itt velünk. Nettó hazugok, hát a bíróság kimondta róla, hogy hazudik. Én azért üzentem a Fritz Tamásnak, hogy előverném a újra a sorozatát, amit az előző ciklusokban csinált. Cöföl most a Fritz Tamás is. Vegye elő már, hogy következmények nélküli ország. Mert hazudhat, nettó hazudhat, bíróság kimondhatja, hogy hazudik. És semmi következménye nincs, másnap ugyanazt a hazugságot elmondja, vagy egy kicsit átalakítva. Tehát ez az 51 ezer, ez nagyon fontos, hogy 51 ezer darab, abból mennyi, hány darab, és abból mennyi terület, hova kerül, és kik viszik azt el, hogyan. És még egy ilyet, amit a Lázár mondogat, az a külföldiekkel szemben szabadságharcot folytatunk. Hát ezt tudatosítani kéne, hogy ez a külföldiek kezére játszásnak a közvetlen útja, hogyha az állam először a csókosoknak odaadja, majd a csókos második körben piacra viszi és eladja. És eladhatja, mert tagállami állampolgár lesz, az a nagy tőke érdekeltség, aki meg akarja szerezni, és itt vannak az európai szabályok rá, hogy nyugodtan viheti ezt a földet. Kihúzzák alulunk. Csak a hasznot, még ezt a kis hasznot sem, ami ezen keletkezik, nem mi fogjuk húzni, hanem az, akinek odaadja most hűbéri birtokként a mi földünket, a közös földünket. Tehát, hogy ezeket nem, aki megműveli, nagyon jól hangzik. Ugye ezt még a Rákosi rendszer hozzá hordalépe, ez a, legyen azért a föld, aki megműveli történet. Hát el kéne ott is mondani világosan, hogy ki a föld. Kik használják a földet ma? Kik húzzák a hasznát a földnek? De hát, ha nem mondjuk el ezeket, vagy ne, nincs alkalom sem, nem tudja az ember igazán, hogy hova menjen vele, és hol mondja ezt el. Tehát olyan kommunikációs nyomás alakult ki, ugye ez a kormány propaganda média, a M1, M2, M akárhány, már végig a Duna ilyen, Duna olyan, akkor a Széles Gábor beállva reménykedve, vagy majd miniszter lesz, akkor az Echo TV is ugyanezt nyomatja. Tehát egyszerűen nincs olyan lehetőség, hogy elmondjuk. Ezért fontos az, amiről itt szó volt, hogy kinek magának kéne ezeket az információkat vinni. Talán össze is kéne. Éva összeállított egy nagyon jó kétoldalas összeállítást. Itt azt hiszem talán azért kértem, hogy osszuk ki. Mit mond a kormány, és mi az igazság?
Így lehet csak az emberekkel beszélni. Meg vannak zavarodva, nem értik, hogy mi a bajunk nekünk. Hát hiszen a szöveg pontosan az, amit mi is mondanánk. De hát azt is tudatosítani kell, hogy sajnálatos módon ez a politikai elit komolyan gondolja, amit az Orbán mondott, hogy ne azt nézzék, amit mondok, hanem amit teszek. Tehát nettó hazudni lehet nyilvánosan. Pont az ellenkezőjét lehet csinálni. Valahogy ezt kéne tudatosítani. Nekem az az érzésem, hogy egy legalábbis a Sárvári Attila szokta ezt a hasonlatot hozni, hogy valami olyan állapot van itt. Nem csak a félelem, meg a szkepticizmus, hanem egyfajta hipnóz, mintha hipnózisban lenne a nép. Hogy ami onnan jön, nyomtatott, vagy a sajtóból jön, azt ugye el is fogadják sokan. Tehát egy hipnózisban van, ezt a Sárvári Attila szokta mondani, a Thomas Mann féle hasonlatot, hogy a Mária és a varázsló meg is csókolná. Fölhívja a színpadra, és megcsókoltatja magát a varázsló a Márióval. És megcsókolja. Mert hipnózisban van. Azt nem tudom, hogy mi lesz, hogy az lesz a kifejlet. Az lesz a kifejlet, hogy a végén, amikor rádöbben, hogy mit műveltek vele. Hogy ez mikor következik, vagy nem tudom, amikor rádöbben, valószínűleg előrántja a pisztolyát, mint abba, és lelövi a saját varázslóját, a csipolláját. Nem lenne jó ideig eljutni, csak azt nem tudom, és itt tanácstalan az ember, hogy milyen módon lehetne valahogy eljuttatni ezeket az üzeneteket az emberekhez, hogy kinyíljanak a szemek. Kövesd a botrányos földelverések részleteit az átlátszó.hu-n.